másik szettet nyerni kell ahhoz, hogy a meccset tudjuk volni. Ha szívjátok fel magatokat, törögetek föl, és tegyetek oda magatokat a pályára. Két szett közti eligazítás a Dombóvári Amatőr Röplabda Klub Esze U15-ös leánycsapatánál, akik házigazdaként álltak pályára az alapszakasz második fordulója alkalmával. Az október elején elstartolt U15-ös leány országos röplabda bajnokság első fordulóján szépen szerepeltek a lányok, mondta el a vezetőedző. Második helyet sikerült megcsípni a helyi gárda mögött. Ugye most a második forduló idehaza zajlik. Hát nem titkolt szándék volt az, hogy visszavágjunk Kaposvárnak, ami most sajnos nem sikerült, de még vissza van egy pár forduló ebből a bajnokságnak az alap szakaszából. Úgyhogy ennek most Dombóvárad ott otthon, és legközelebb pedig Pécsre fogunk látogatni. Az alap szakasz le zajlik, akkor utána pedig jönnek az osztályozó mérkőzések. Úgyhogy négy csapat van, Pécsi Horvát iskola, a Pécs Peac, Kaposvári Kasi és a Dombóvári Darc Esze. Ugye egy hónappal ezelőtt játszottuk az első fordulót, akkor maximálisan elégedett voltam a lányok teljesítményével és az elért helyezéssel is. Én úgy gondolom, hogy ez ilyen reális egyébként az a végeredmény, ami kialakult Kaposváron. A dombóvári lányok a legutóbbi kaposvári forduló alkalmával 2-1-es vereséget szenvedtek az akkor házigazda csapattól. Most a jól ismert hazai pályán szerettek volna revansot venni a Kasi csapatán. Nem jött össze. Igazából nem jöttek ki azok az edzésen gyakorolt technikai, illetve taktikai elemek, amiknek kellett volna. Talán egy picit el is izgultuk az elejét. 3 szett, itt ennyi. Ebben kell megmutatni az erősséget. Edzéseket heti 3-szor végzünk a lányokkal, illetve a szorgalmasabbak, az idősebbeknek az edzésen is részt tudnak, illetve vesznek is, tehát az U17-es korosztállyal együtt edzenek. Ez egyébként szándékos is a részünkről, hiszen következő évadban ők már egy szinten feljebb fognak lépni, tehát jövőre már ők fognak az U17-be versenyezni, ők most U15-be, és nem árt, hogyha ha erősebbekkel edzenek már most. A bajnoki szezon még tartogat kihívásokat a dombóvári csapat számára is, a fele még előttük áll. Ősszel kezdődik, de általában október-november tájékán. Most október elején volt az első forduló, most november 13-án játszunk a másodikat, és decemberben lesz a harmadik forduló. Legalábbis eddig még 3 forduló van kiírva, de várhatóan lesz egy negyedik is, hogy minden egyes csapat tudjon oda-haza is, tehát otthoni mérkőzést szervezni. Hogyha a 4 forduló lezajlott, akkor ezt követően a kialakult sorrend alapján fogják elosztani illetve lehet egy osztállyal feljebb jutni, illetve akik maradnak, nem jutnak följebb, azok folytatják a felsőbb osztályból lecsorgó csapatok ellen. A Dombóvári Amatőr Röplabda Klub Esze U15-ös csapata 3. helyen zárta a bajnokság 2. fordulóját. A lányok folytatják az edzéseket, hogy a bajnokságot a lehető legjobb helyen zárhassák majd.